a kosárlabdázó Sitku Márton, a magasugró Bakosi Péter, az ökölvívó Kovács Rihárd és a golfozó Závadszky Bálint is ott volt a Continental Arénában, ahol Nyíregyháza ez évi sport ösztöndíjasait köszöntötték. A 9 millió forintos keretet azok között osztották szét, akik egyéni vagy csapatsportákban a magyar bajnokságban az első három hely valamelyikén végeztek, vagy világversenyen a legjobb 8 közé kerültek. 45 ilyen sportoló van az idén 14 sportágban, ez nagyon jó, én annak körülnék, ha még több is lenne, és ezen kívül még van egy 8 millió forintos támogatási keretünk, a jelenleg 6 olimpiai kerettagnak, akiknek az olimpiáról a felkészítését is szeretnénk segíteni. Hogy miért támogatjuk? Én azt gondolom, hogy több oka is van ennek. Egyrészt ők Nyíregyháza hírnevét is viszik, tehát ezek bizonyos szempontból nyíregyházi sportolók eredménye is. Másrészt szükség is van erre a támogatásra. Harmadrészt pedig én azt remélem, hogy az ösztönzőleg hat példaértékkel bír a saját korosztályokon, hiszen ezek a sportolók jellemzően fiatalok. Tehát ez a teljesítmény, ez az akaraterő, ez a kitartás, ez a szint, amit ők elérnek, annak örülnökhez példaértékű is lenne. A paralimpiai kerettag Tarjányi István éjjel ért haza São Paulóból, ahol a kardvilágkupa versenyen a későbbi győztes olasz Sarritól vereséget szenvedt, a végzett az 5. helyen, közelebb kerülve Tokióhoz. Most értem haza, kicsit fáradt is vagyok, nagyon jól sikerült a verseny, szerencsére bekerültem a 8-ba kardversenyszámban, aminek nagyon örülök, mert a 8-ban már otthon valaki, az már nagyon jó, ugyanis nagyon erős a mezőny. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Mindig csípegetem így a 8-akat, márciusban sikerült bronzérmet szereznem Pízában, úgyhogy az megint nagyon jó eredmény, és jelenleg ott vagyok a topban. Tarjányi István július közepén Poznanban indul világkupa versenyen, majd következik a dél-koreai világbajnokság. A szezont egy amszterdami világkupa viadal zárja majd Pákai Béla tanítványa számára.